Hangos csipogással jelzi a fémdetektor, hogy ezen a helyen bizony rejt valamit a föld. A Rómer Múzeum munkatársai napok óta végeznek kutatást azon az erdős területen, ahova 80 évvel ezelőtt egy, a magyar légierő által hatástalanított B-24-es bombázó a földbe csapódott. 80 évvel ezelőtt, 1944-ben kezdte el az amerikai légierő bombázni Győrt, amelynek során a város, az ipari létesítményeit, illetve a vasútállomást szórták meg bombákkal. Azonban a magyar légvédelem is működött, és jó néhány bombázót sikerült lelőni, amelyek közül az egyik itt a Nyuli hegyekben csapódott be. Ennek a maradványait kutatjuk most. A helyszíni kutatásba pénteken dr. Dézsi Csaba András is becsatlakozott, hiszen ezek a tárgyi emlékek Győr város történetének meghatározó darabjai. A helyzet az, hogyha nem orvos lettem volna, akkor ugye ezt ma mondtam, hogy a rockzenész lettem volna, de ha mégsem, akkor régész. Úgyhogy rendkívül fontosnak tartom azt, hogy Győr város történelmét feltárjuk, amit már tudunk, azt elmondjuk a fiataloknak, hogy a következő generációknak átadjuk, és fantasztikus dolog az, amit a múzeum is most végez. Ugye Győr város bombázásának most van a 80 éves évfordulója, és Écsnél egy amerikai bombázó, amikor visszatért a bázisra, vagy visszatérőben volt a bázisra, a magyar légvédelem lelőtte, és ide zuhant erre a helyre a repülőgép. A pilóták megmenekültek, de a repülőgép roncsai, hát bár elhordtak bőle csomó mindent, de a föld alatt még sok mindent találtunk. Én is sikeres voltam, úgyhogy találtam egy repülőgép darabot, de rengeteg érdekesség van, úgyhogy ez mind megy a múzeumba, és megtekintetik majd a fiatalok, illetve azok, akik a háborús eszközök, illetőleg a repülőgépek műszerek iránt érdeklődnek. A polgármester elmondta, a megtalált darabokon olyan érdekességeket is találtak, mint egy felirat arról, hogy az alkatrész az Egyesült Államokbeli Ohio-ban készült. Székely Zoltán kiemelte, a kerek évforduló kapcsán a múzeum nagyszabású kiállításra készül. A múzeum egy nagyszabású kiállítással emlékezik az 1944-es bombázásokra, és ez szolgáltatta az apropót, hogy ezeket a bombázó roncsokat megkutassuk, hogy minél látványosabbá tegyük a kiállítást, ne csupán makettekkel, filmhíradókkal, fotókkal, hanem az egykori bombázók valós maradványaival tudjuk becsalogatni a látogatókat a kiállításba. A hajtóműből, a gép törzséből került elő néhány nagyobb darab, de a kutatás során az egyik pilóta szemüveg keretére és a műszerfal egy részére is rátaláltak. Néhány nap alatt összesen mintegy 50 kg-nyi roncs került elő a Pannonhalmi dombok között valahol Nyúl és Écs között.